Üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! Ez itt egy újabb GTA 5 érdekességek rész, aki itt van velem, Izzi, szia! Aligó! Első érdekességünk a filmstúdióban. Ide kell simulni az ajtóhoz, és mindjárt hallhatjátok, amit mi is hallunk. Nem ezt. Nálam éppen egy dinoszaurusz morgott. Ilyen dinós filmes izé van, és ugye női sikoly, meg dinó böltés, mindjárt. Siki, jár dino. Hallottátok? Izzi. Igen? Valaki megfogta senkem. Nem én voltam. Tuti nem a T-Rex volt. Elsír ide, figyelj. Mindjárt. Egyébként csak ilyenkor kezdődik el, ugye Izzi? Tehát... Nem, ez mindig hallható. Hát igen, hát nem tudom milyen film. Lehet, hogy az új Jurassic World. Ez mi volt? Hú, te szépen... Javában megy itt a forgatás. Na, gyerekek, itt a filmstúdió. Tulajdonképpen ezt is mondta, én is egy nagyon picit, de én csak egyel. Jó, legyen kettő, így jó lesz. Szóval, ugye itt a filmstúdió, na most ezt azonnak mutatnánk be, akik még nem játszottak még a játékkal, magnak meg van, is tuti voltak már itt ezerszer. Szóval ez most nem nekik szól, hanem azoknak, akik még abszolút nem látták. Igen, igen. És nézzétek meg, ugye itt a film, itt egy pont egy James Bond filmet. Ugye volt egy ilyen küldetés, amikor el kell lopni a James Bondos kocsit. Teljesen jó egyébként ez a filmstúdió. Ugye láthatjátok ugye, hogy hogy készülnek a filmek, tehát elég durva meg vannak itt csinálva ezek a házak, meg mit tudom én, nem izé? Igen. Nagyon és körbe lehet itt mászni. Nagyon jó. Ott az zöld háttér, biztos, ami biztos. Hol van? Ez zöld háttér? Hol? Várj már. Ja, aha, igen. Ugye zöld háttér, igen, pontosan. Én még itt mindig hallom a dinót, izé. Ja, itt ugye megy a generátor. Amiből nem jön ki kábel, jól látom? Igen. Nem jön ki bőle kábel, tehát nem tudom ez a generátor miért megy, feleslegesen megy. Ja, egyébként ez a ez a generátor is megy, de ebbe sincs belőle. Azt vágott, hogy ez itt a 400 voltos kábel. De durva. Jó, mondjuk itt azért kell reflektor, meg kell áram a forgatáshoz. Na, gyerekek, a filmstúdió után, amit most elhagyunk. Egyébként most direkt így egybeöltöztem a kocsimmal, majd mindjárt látjátok. Ja, itt le lehet menni, nézi. Szóval hát, ugye ez itt, egy lépcső. Itt ilyen dinót, dinót forgatnak, hát forgatják, de itt ilyen női sikoly. Nem azért, de... Elég keserves volt. Hát amúgy igen. Remélem, hogy nem azt csinálja vele a dino, amit... Nem tudni, hogy milyen stúdió ez. Jézus, hogy ilyen hangja van a... Ilyen hangja van a Hugh Hefnernek, hallod... Na jó. Jó, hogy fölkapcsoltak a lámpák, Izzi, vágod, ló? Figyeld már itt a lázakba. Na szóval... Jó, ezt a női... Nem tudom, ez ilyen mélyen női sikítás, de... Elég gyenge. Na jó! Következő érdekességünket meg Izzi fogja mondani, mivel ő a felelős ezekért a... Érdekes. Jó, kicsit ezt... menjünk ki a városból szerintem, elmegyünk ide, ahol jelölt ki. És jelöltem el. Úgyhogy ezt most nappal akartuk volna fölvenni, csak az a helyzet, hogy... Na most, hát most nem nagyon van olyan, ami... Nem tudom, én nem tudom, én mindig jobban szerettem egyébként a nappal ebben a játékban, nem tudom. Hogy várj egy kicsit, ne oda menjünk. Hanem? Előbb valami közelebb itt fogok inkább, hogy akkor a városba fej... Vagy mi? Ne a városba kelljen befejezni. Jaj. Áriál. Belső nézetben, gyerekek, ez a kocsi gyönyörű. Á, nagyon jó ez van. A kocsi, viszont nagyon izé lassú, meg ugye nehéz dobálja magát, meg kipörög. Na, nem bírom, nem. Még egyszer. Most megtartotta, ide megyünk. Na, menjünk, elég jó megy fel a mutató azért. És ezt miért föl, gyerekek, az nem kilométer per óra. Hát igen, ráj vagyok a kocsival, izé! Nagyon rá jó. Hát, tudod ki fog itt... Rövidíteni. Olyan ez a kocsi, mint egy anyahajó, de komolyan. De amúgy az a baj, tényleg annyira nehéz, ugye, meg nem tudom, mert... Olyan fura. Na, itt viszont már navigállok, ne arra fordulj, hanem jaj. Ne másik oldal.
Arra, pontosan. De miért erre? Egyenesebb. Igen. És itt már meg is állhatsz. Miért? Mert kocsival nem nagyon lehet bemenni. De ne, pont itt, hát az, hogy állj meg itt. Hát de így, nem hát, azt mondtam, hogy az út hát, közepén. Hát ez milyen női parkolás? Hát egyébként forgalommal szembe megállni, jó, hát érted, enyém a város, érted. Apu megvette nekem a várost, az automata váltós. Kocsi. Ahogy nem véletlenül éjszaka jöttünk ide, mert ilyenkor a legszebb rálátás. A szökőkútra. Ú, de jól néz ki. Hát ez nézd meg a mintáját. Amerika kapitány pajzsa. Ja, aha, tényleg. Ja, hát ezt még 86-ban terveztem azé Kálmánékkal. Tényleg. Amerika kapitány pajzsa. És ez a madár, meg egy sas. Tehát egy eagle. Sasmadár. Mi az ott? Mi? Izzi, te hú... Te izét hadsz magad után, lábnyomot vágod? Vagy mik ezek aha a lábnyomok? Igen. De én miért nem... Ja, én is hagyok, figyeld már, lol! De te olyan lábnyomot hagysz, mint hogyha trágyát hordtál volna. De nem! De, nézzek, tiszta trágya. Összekoszolod itt a városnak a szépségét is. Egyébként ez hova tartozik? Tehát ez itt mi? Nem ez tudom, a, ez ugye a Maze Bank, az nem ez, ugye? A Wall Street, vagy nem tudom. Ez a Maze Bank itt mellettünk. Akkor jaj, jaj, nem. Ez egy kis tánc. Hát ez nem jött át. Na gyerekek, akkor meg volt a szökőkút. Meg előbb is. Na, na, de ne. Akkor most mehetünk a következő érdekességhez. Mondom, Izzy, úgy csináld majd, hogy akkor a városban mi van, és akkor utána akkor majd megyünk kifele. Egyébként Izzy nem az tudom, baj, hogy van egy, futni. Amit még meg se néztem, hogy hol van. Ne. Gyere csak ide. Ne. Ne. Gyere csak ide. Nego. Na egyébként nem tudom előbb mit jelölték ide, de ott tudom. Ja. Kimegyünk a városból. Ennyi? Na. Itt a városban akkor nincs is több, ugye? Hát igazából lenne, csak még nem néztem meg őket, hogy mindenképpen ott van-e, de hogyha... De a film stúdióban amúgy lett volna még gyereket, csak ugye az a baj, ez single, szóval... Igen, hát múltiban sokkal egyszerűbb lett. Mondom, tényleg köszi a rengeteg ötletet írtok, hogy single, mit tudom, mi rengeteg single-t írtok. Hát nem tudom, hogy lesz-e single-os olyan, hogy Izivel, tehát hogy fölveszük együtt, tehát nem tudom. Meglátjuk. Igen, én már közben itt elkezdtem keresni még egyet. Oh, jó. Lehet, hogy inkább majd visszajövünk. Jó. Na akkor go dartsozni, vagy most merre megyünk, Izzy? Go darts. Azért, mert itt közben fölírtam rengeteg dolgot a papírra, csak még nem mindegyiket tudtam megnézni. Sajnos van olyan, amit nem tudunk megmutatni. Pedig az nagyon klassz. Nem sok helyen láttam. Igazából egy embernél. Tomó, nálam így megálltál. Ó, oh, na én megyek. Au. Úristen, megint előjött az a régi buk. Még az elején volt olyan nagyon sokszor, hogy ha beültél valakihez, akkor nálad megállt az illető is. Tudtam ülni, hogy örök lesebeztek. Hát igen, ez egy ilyen server log. Nem a mi hibánk. Ú, de szép az ég. Azt a... Hú, gyerekek. Az a baj, ez videóban most nem nagyon jön át, hiába 60 FPS-ből is fölrakom, de... Hú, de jó néz ki az ég. Géza kék az ég, ugye. Nagyban ez nem jutott régen az eszembe, hogy ez ugye, ugyanaz visz vele is. Mennyibe megyünk egyébként? 120, Izzy, ne viccelj! 130, Izzy nem! Egyébként az ellenkező kerekét lőd, és akkor fog felénk jönni. Mária, nem jó a fegyom se. De jól néz ki, gyerekek, hihetetlen. Tehát ez a sivatagi rész itt, este gyönyörű, gyönyörű. Ne! Azt, hogy fölrepült! De várjál, most merre vezet minket ez a... Ja, jó, most jó. Ups. Izzy, légy szíves, beszélj Lesternek. Szólok Lesternek, igen. Szegény Lesternek, annyi... Hú, te bevágsz el, mint a agyatlan garép. De jó, gyerekek, komolyan mondom, ez a sivatagi rész a GTA-ba epic. Nézzétek meg, holdsütés, mondjuk nem, hogy holdszúrás kapjak. Mondta az orvosom, hogy ne menjek ki nagyon a holdra, amikor süt. Hát Izzy, hogy kitesszük, mi megyünk tovább. hogy kell megérkezni egy kocsmához, így? Hát a szevasztok, hát megjöttem. Majdnem elütöttél. Most jöttem Oroszországból.
Jaj, ne. Most jöttem, nagyon sápat vagy szépségem. De azért megcsokolok. Na, következő állomásunk. Darts. Ezek még boxolni akarnak velem, mutatják a kezeket. Szóval itt vagyunk gyerekek, és nézd azt a képet. Ugye itt ahol dartsozni lehet a kocsmába, itt vannak különböző ilyen képek a falon, easter egg-ek. Na, izi. Nézd meg, a csávó ott ül a vécén, és halálkom, hogy ez van berámázva. Igen, azt láttam, azt láttuk. Csávó, de valamit mond, hogy vannak még itt képek, mit is mondtál? Ja, igen, azt ide be kell jönni hátra. Hátra, előre. Igen. És ott van San Andreas-os. 69 dollárosok. Nem már, tényleg ott van rajta a csaj. De jó. Plusz néztem egy helyen. 69 dollár. Ez a kisrác itt. Legalsó kiskép. Várja. Ez a bulliból a Jimmy. Ez a csávó itt lent? Aha. Sapkás? Igen. De ki az, de abba, hát a főszereplő, nem? Igen, a Jimmy. A és az ott lent ki ott ki azzal az autóval? Két csávó. Ja, az két rednek. Ki az két darab rednek. Zwei Stück. Ott van-e? Ehu-ne. Ott van a két kis. Kicsak. Na jó, tök jók ezek a San Andreas-os pénzek itt, gyerekek. Tök jó. Jaja. 69 dollár. Ugye ez a csaj. Ugye minden GTA-ban a borítóján volt még egy ilyen csaj, aki... Nem, már itt van, hogy izé A, B, első hét, második, harmadik. Figyeld már! Jerry, Stu, ha jól látom, és Karin. Nem már, azt írja, hogy hűtőtisztítás minden vasárnap. Azt mondja, hogy ne felejtsd el, és ott egy ilyen, nézd már meg. Itt a hűtő oldalán, lol. Na jó. Igen, jó van, nem lőlek már le, Mari, csak nézzük itt a hirdetéseket. Tényleg itt nincsenek ilyen, hogy ilyen hirdetéseknél? Nem á! Izi porn site. Az se rossz. Jézus, azok a hirdetések, ez nem milyen tudom miért, pocsolya. Fönn egy ilyen cuccos. Ja, azért elég jó kép van, itt lehet nézni a kocsmába ilyen. Ott egy traktor érted, hihetetlen. Vágj ezt, hogy valaki kiteregette a szennyesét? Mármint szó szerint. Ja, itt a kép, amikor a csávó ül a WC-n, de rajta van teljesbe. Hát ezt kiégek, gyerekek. Ú, mi van ott? Ó, jaj. Nem. Ó, jaj. És itt mik vannak valahol? Ezek a kis képek még? Hát mondjuk, aha, ezek ugyanazok, ugyanazok, mint a... Igen, itt meg egy, hát, egy döglött kígyó. Nagyon döglött? Hát, nem nagyon mutat életjel. Ja, hát ez amúgy élő lenne, csak hogy most azt is kidolgozni, ez ott mozogjon azért. Na, ne, gyerekek, ennyi lett volna ez a kocsma. Szarvas fejet. Szarvas fejet? Hol? Ott van. De, lol. Na jó. Menjünk innen. Szóval, ugye itt voltunk dartsozni, Misu, nem is tudom, hogy videóba. Videóba voltunk már itt, izé, nem tudod? Dragon Brain. Igen, voltunk már itt. Na jó, gyerekek, ennyi lett volna a kocsma és a képek. Leszettem más videóban is voltunk. Vagy lába tuti voltunk. Na, jó, persze, akkor nem nézegettünk képeket. Ugye ennek a résznek pont az a lényeg, ennek az érdekességeknek, hogy olyanokat mutatunk be, amiket már lehet, hogy láttunk, de nem tértünk ki rá. Most party közben nem állunk meg most live közben, hogy nézzük hát már a képeket. Igen. Hanem ez most tényleg most direkt arra megy ki, hogy ami mellett elsiklunk, azt most bemutatjuk, itt lámpát lekapcsoltam, mert a feelingesebb. Jó. Most visszamegyünk a városba, szerintem. Na jó, hát ezt nem hiszem el most. Nézd, kihozott a városon, visszamegyünk. Miért? Kiégek. Jó, az a kis kocsikázás. Vagy meg akarod nézni a focilabdát? Focilabdát? Miért? Elméletileg nem csak singleben van, nagyon remélem. Hát először nagyon akkor arra menjünk, Izzi, hát ne itt össze-vissza. Hát akkor örülni fogsz, ugyanis a focilabda kb. Itt van. Jézusom, hát... tök jó, hogy 4-8 helyet csak 4,6 kilométer, tényleg. Az semmi, majd visszafelé lesz szép. Meg pont ezt a kocsit hoztam, mondjuk ez a kocsi nem rossz. Tehát azt mondom, hogy lassú, csak tényleg nagyon nehéz vele kanyarodni, nem gyorsul. Ojajajajaj, easy, nem már! Easy? Igen? Ez a kocsi nehéz, itt bárkit kilökök. Easy, inkább hív fel a Lester-t.
De most miért? Egy kis izgalom. Ilyen messze van a foci labda. Igen, és lehet... Izzy, hívd már föl, meg kiraklak! Szegény, szegény autósok. Autósok. Hát akkor én is. Azt a rohadt a kamionat! Azt a mindenit hallod! Mi a... Na. Ez ilyen hunti... Mi a? Mi a? De szépek ezek a hegyek is, gyerekek, komolyan mondom, annyira szép ez a játék. Főleg Cségú után, 1024-es felbontás után, Full HD-be ilyen textúrákat látni, eláll a szavam. Nézzétek meg itt ezek a hegyek is. Egyébként lehetne majd túrázni, nézzétek meg túrházni, nézzétek meg, gyönyörű ez a játék, komolyan az. Következőleg már. Ja, nem tudok már. Most tényleg, ki most a droppokat kiejutották, tényleg nem tudok most így a negatívumot már erről a játék mondani. Van még benne egy-két rossz dolog, de tényleg ez a grafika, gyerekeket, ez... Nem itt van valahol? Ja, ott van az űrhajó. Ehune. Itt. Ja, itt egy izé, nekem ez nincs, meg nincs kipipálva. Létezik? Na, persze, gyengetek. Ez egy a ilyen, kogó. Ilyen homeless hely. A kogó. Várjál, mit hozzak? Hozok most izé SMG-t, várjál? Van ez az izé, gyerek, go. FPS-be? Hát izé? Jó. De nekem itt nem volt pipa, akkor ez nekem nincs meg. Ez neked nincs meg. De nem minigunna. Ne vár. Nyugi, ezzel se látok sokat. Torkolok, hogy mindegy, mit akar. Tehát itt vannak csipák is, értem. Igen, vannak csipák is. Basszus. Jó, tényleg váltok. Üssük le ezt a csávot, aki itt van már a fészerbe. Van Wobeng a csébe? Ész csébe? GTA-ba? Szerintem átosztani a falon, ha erre mondod. Itt van egyébként kínlőszer, ezért vagyok fel, itt van meg pénz. Megint? Kemény 500 dolcs. Izzy, maradj, van csipa, kiszedem, várjál. Tegyed a távoliakat. Nem halt meg. Mi az, hogy két csipa lövésben nem halsz meg, mi? Te? A... Most mitől estem össze itt tökran? Húj, nem baj, egy kis izé belefér most. Valaki mögém spawnol, de jó? Ide, itt van. Megvagy. Uhú. Van ezért, ne siessünk annyira. Uhú. Nagyon lőnek. Na de kiló. Meghalt. Ott kerítés mögött. Ajaj, mögöttem, nem. Hát ezt nem hiszem el, valahol csipa is van. Hú, gyerekek, hát ez epic gengetek amúgy, ott van fenn. Jó lenne, hogyha eltalálom, de van föl ez az FPS, ki is váltok belőlem. Valami nem adja. Nem halt meg! Azé. Na végre beadtad. Imádom, hogy egy hátig van. Hagyuljam le! Hagyjussam le! De akkor mit né? Hagyjussam le! A kis shotgun-os nyomorék! Ez most jól esett az ögengetek most kicsit így. Jó kis kommandózás volt. Megvan az összes felezé... Nem, nekem is van olyan, ami még nincs meg. Na jó, hát akkor izé, egy kis lövöldözés után menjünk tovább. Hát igen, hogy ezek az érdekesség videók, ezek mindig ilyen szabadnapi jellegűek, hogy nem csinálunk semmit, de hát most kellett dolgozni. Ez is egy érdekes hely volt, gyerekek, ennyi. Tehát... Jó, az én csöves, ezért most kellett dolgoznunk már. És megint most ír a gepa. Haj, Bence, egyen meg a drága szívet. Nem baj. Na, Izzy. Ja, focilabda. Dá. Hát, már bejelöltem. Jó, hát akkor megyünk. És igen, és... Menjél egy kicsit előre. Ja, itt. Állj. És itt bent, azt mondod, van egy focilabda. Itt bent. Ott van, né. Lol, tényleg ott van. Várjátok, hagyd zoomoljak rá. Hello, hehehehe. De durva. Akkor figyelj, a másik oldalra kilövöm, jó? Várjál.
Inkább de hangtompítossa, hallod? Nem tudsz bemenni. Be tudsz? Várjál már. Be lehetne. Hangtompítossa, menjünk, várjál. Várjál, kilövöm neked. Lőd ki. Ki van? Nekem bent van. Nekem kiment. Menj már ki! Izzi! Na most! Várjál! Itt van. Várjál meg kicsit. Itt van! Rúgjuk! Tomovnak másképp látszik. Jó, hát ez multi miatt van, hogy másképp látjuk, de tök itt egy focilabda. De nem, hát nem bírok bemenni. Izzi, tengózunk? De be lehet. Be vagyok. Hangtompossal lőj, mert... Hangtompossal lövök. Huhu! Ott vagy benne? Az, itt be lehet menni? Aha, csak be kell zoomolni, amikor nyomod előre. Ne szórakozz, gyerekeket, ez... Várjál, be kell zoomolni. Bezoomolsz a fegyverrel, legugolsz, előre nyomod, és akkor petíció. Kicsit macera. De át tudsz jönni az ejtőcsövön. Én nem tudok átjönni. Nekem segített elsőre. Nem állj, át lehet menni az út alatt, de király! És hogyha ide teszek stickit, várjál! Ide teszek stickit az út alá, és fölrobbantjuk majd, és akkor az izé nem robban fog fölrobbanni az út. Izé. Elméletileg áthat valamelyest. Na mindjárt nézd. Nem állj, itt a focilabda, gyerekek. Hoho! Na figyeljetek, ha robbantok egyet, izé gyere! Várjál! Fel akarod lőni a vízbe? Ne, visszaesek! Van egy kézilabda is. Tényleg? Aha. De annyira jó az a foci, az meg, hogy vannak benne ilyenek. Na, Izzi, figyelj, fölrobbantom, gyere már. Hol vagy? Fönn. Megyek. Kíváncsi leszek, bár nem hiszem, hogy fölrobban, vagy bármi. Bár lehet, de akkor nagyon fogok sikítani a rögést. Figyelj, Fent. Hát kb. Hol a cső? Figyelj, robbantom. Nem. Nem. Jó, hát azért... Pedig folyé lenne, te lesz kikizni az alját. Igen. Olyan, akkor na jó, hát ez szállj, ez ilyen. Na szóval, újabb érdekessége volt egy focilabda. Jaja, és akkor most következik a... Menjünk ilyen megnézni most? Sonicot. Ezt még én magam sem láttam, úgyhogy lehet, hogy megkeresgetni kell ott, de... Ide írja. Nem már 8 kilométer, gyerekek, hát... Van egy soktábla is, egy óriás soktábla, csak az a baj, hogy azt nem nagyon tudom, hol van. Soktábla, várj, nekem valami rémlik. Várjál, soktábla, mindjárt megkeresem valahol. Na. Ha. Nem mindig engedély, akkor visszaírni. Ó, itt le lehet szedni a szemüveget? Le lehet. Kocsi van? Igen. Ó, azt az idióta vaktérkép. Azt a büdös. Várj, a kontrollerre kicsit csapassuk. Májjaj! Hoppá. Nem működött az ABS, bocsi. Nem működött az ABS? Mi van? Összetört a kocsival a műszerfal, ilyen tiszta. És most meg jó! Hadd így el volt homályosulva a műszerfal. Úgyhogy összetört volna, és most meg... Nem tudom, gyerekek én... Hát ja, jó, meg... gyerekek, szerintem azt hagyjuk, maradjunk Sonicnál. Meg az új az patchot, még az szokott lenni a nagybák, hogy nem tesz, tehát amikor kijöttök Haste-ről, akkor a kocsit elteszi oda arra a pontra, ahova menni kéne. Igen. Tehát nem a ház, és akkor ugye M betűvel menjem oda az M betűt, és ott van request personal vehicle, és akkor oda hozza neked. Ezért érdekes, hogy valamit kijavítanak, hogy akkor meg épp, hogy más lesz a hiba, pedig ilyen izéket javítottuk, ilyen hésztes bugokat, de hát még úgy látszik, hogy akkor ez még nem. Jaja, akinek meg egyéb gondja is lennének textúrával, vagy egyéb, annak meg ajánlom az új drivert. Hát új drivert mindig úgy érdemes föltenni. Ugyanis én még nem raktam föl, és nagyon sok bug-val meg egyébben találkozom mostanában. Ennyien szólva. Hát most olyan jó kontrollerre kicsit így vezetgetni. Izi tyúkol a anyósülésen. De nem! Mondd még egyszer. Izi tyúkol az anyósülésen. Izi! Nem áll! Ne!
Izzi kilövi az ablakomat. Tudod milyen drága volt erre a kocsira az ablak? Drágább mint nem tudom, ról drága lehet szerintem. De ne! Úgy gyerekek, mi van itt? Azt a rohadt mennyi autó, ne! Mert itt, itt le kell térni, ugye? Vagy nem? Nem, nem kell térni, ne! Izzi ab... Ja, itt van amúgy a kutya is, állj csak meg! Izzi! Gyors hív föl Lestert! De meg addig tolass vissza oda! Nem! Van itt még egy érdek... Kutya? Tudom, de hát ez mindenki... Ez most kutya, most érted itt azért... Ezt nézzétek nekik, itt egy... És azt láttad, hogy két farka van a kutyának? Wow! Nem mehetünk tovább. Na, szóval... Igen, két farka... Igen, Izzi, láttam, kettő, kettő! Na! Most miért? Ezt is videóban Izzi, láttam. Tudod, hogy hova megyünk most? Na? Egy még egy érdekes, amit régen kipróbáltunk, működött, jaj, de... Ne, de, jó. De, jó, de, 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 de. Gyerekek, ez az érdekesség, ez... Ezt már, ezt izért találták, és... Ezt bele akart, valamiért elfelejtettük, pedig ez nem, egy ezt olyan... külön akartuk. Pedig ez egy olyan érdekesség, hogy ezen ki fogtok égni. Gyorsan feltöltöttem az életemet, gyerekek, mert ez nagy. Ide bejöttök, most... Pont, és térképen is megmutatom egyébként. Hát tényleg, ezt mutassuk meg térképen is. Ide bejöttök, és ezt tulajdonképpen... Itt mondom, a villa mennyibe? Mellett. Ezt tulajdonképpen, mi is ez mondják, ezt ilyen áram... Hát, hát ez egy áram, farm, igen. Ja, ilyen, hát ilyen elosztom, mit tudom én. Tehát tulajdonképpen a gépemnek az áramellátását itt végzik. És ezt figyeljétek, fölmásztok, figyelj. Ide fölmászol. Ne, 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 most ne arra, erre, Tomo. Arra? Jaj, mert ott, ott van a villásra a... kell villás. Figyelj! És érintsétek a... Izit megrázta az áram! Figyelj! A végén figyelj. Lévő diódát kell megérinteni. Jaj, megrázott! Osztó! Hallod! Azt a mindenit! Mint ami hülye, figyelj! Várjál, ugrok. Jaj, ne! Izi, rázzon csak meg az áram! Osztó! De, de annyira jó gyerekek! Igen, ez még annak idején. Jaj! De miért ez? Igen. Jó, figyelj, Izi, a pajzsot teszek, az ugye nem véd gondom áram az ellen. Az nem véd, életet kell. Lehet, neked mindjárt meghalok amúgy. Figyelj! Oh! Hosszú minden, ezért hosszabb volt, hallod? Hallod, pont most... Pont beakadtam, és addig rá... Következőnek tuti meghalok, amúgy figyelj. Jaj! És tényleg? Megrázott az áram, gyerekek! Annyira jó itt szórakozni egyébként. Na jó, hát akkor... Izzi, jössz akkor? Várja, meghalok én is valahogy. Ott egy ilyen kövér csávó, szevasz. Sorry about that. Ne! Itt egy kövér csávó, Izzi, és Anna Rexes póló van rajta, hallod? Izzi, Anna Rex, tudjátok a GTA 4 volt az... Anorexia poénja, Anna Rexes plakátok volt, és a kövér csávón van Anna Rexnek a... Hát ez akkora fail, mint ide Lac háza. Na Izzi, gyere! Várjál meg! Ezen mi... itt egy ugyanilyen kövér... Nem, ez kicsit másabb. Jó, megyek, inkább nem hallok meg. Lol, ott egy jó motor, de jól nézett ki. Ugye ilyen van, ugye Franklinnek ilyen van, és egy ilyet loptam, és ugye azért van az a... Ú, de jól néz ki szürkébe. Lehet átfestetem. Na jó, hát akkor annyira, hogy, annyira jó, hogy egyébként eszembe jutott, mert ez egy akkora jó érdekesség, hogy valami ijedetlen. Tehát ez, gyerekek, már azért megértem megcsinálni a videót. Na, gyerekek. Következő érdekességünk egyben az utolsó is, ugye? Jól mondom. Igen. Bár ezt lehet, hogy keresgetni kell majd, de Sanszper kb-be jelöltem. Hú, gyerekek, hát ez most megrázó élmény volt szó szerint. Ez annyira el lehet szórakozgatni, jaj, ja. Főleg múltkor ráálltunk, vagy három, és akkor egyszer... Zzz, nem tudom én. Júj, bocs! Ó, de hát szóltam előre. Mindegy. De miért? Bocsánatot kértem előre, nem jó? Na, izé. Oké, okay, elméletileg itt van valahol. Itt van, pont megálltunk előtte. Ne? Mi van Izzi? Eljön, eljön. Na, itt van Sonic. Super Sonic. Milyen Sonic?
Nem emlékszel a játékra, amikor de. A kis kék... Ja, és ott rohangál. Vannak azok a kis labdák, amiket ugye... Superfest Ring specialist. Milyen karikákat szedett össze ringeket? Ja, most nézem, Super tényleg! Tényleg, tényleg ott van, hogy izé, ja. Ja, ja, ez egy utalás a Sonicra. Ultra gyors, izé, ilyen gyűrű specialista. De ott van még a neve is, Sonic. De durva, Super Sonic gyerekek, tök jó. Mi ez? Ne, itt a kávémat légy szíves! De ne esd le! Tudos! De most már... Hú, lából lőttem izi asztalot. Szegény! Meg is halt, hallod? Pedig én csak lából lőttem. Ne már! De jó sok Jevereli cucc van itt. Nézd már, mindenhol ékszerek. Nem lehet USB-s fejest adni, amíg az USB-ben majdnem kapt egy golyósat. Tudtam amúgy, tudtam. Jó, ez most megfizetsz mindenért. Most vinni kell a kocsit. Ja, közben itt a rendőrség is. Tényleg be lehet menni ilyenkor? Ne! Aaaaaa! Nem. Izzy, ez volt a revenge. De ne! Jó, gyere, Izzy, fölveszlek. Még a videó végére így elmegyünk egyet. Szórakázni. Szórakozás? Hova rakott téged? A hídra vagy? Ott a hídra, nem? Nem! Hova rakott? Hova rakott a híd alá? Ja, a híd alá. De ne! Na szóval gyerekek, ennyi lett volna egy újabb érdekességek videó. Nagyon remélem, hogy tetszett. De oda berakott. Nem, én ugrottam be. De ne robbants föl. Szóval elég sok mindent láthattatok. Képeket, utalásokat, poénokat. Ugye jó reg rockstar humor. És ugye... Lenyomtam a középségért gombot, meg egyetlen lassú az egér. Igen, lenyomtam. És láttátok ugye, hogy ott az áramtelepen, hogy ott áramfarm. Ezt így kell mondani, de ott láttátok, hogy elég csúnyán kiégtünk, illetve megrázott az áram, szóval hát egyelőre ennyi lettek volna az újabb érdekességek ebben a játékban. Próbálom még keresni folyamatosan, Izzy egyébként tényleg köszön, hogy mindig így keresgeted, mert minden, ugye ő szokta mindig ezeket keresgetni. Jaja. Meg minden. Hát meglátjuk, hogy multiban még van-e. Aztán ezeket a single érdekességeket meg hát én azt mondom, hogy az még szerintem odébb lesz, tehát az szerintem majd később lesz, hogy single-ben még érdekességet, amiben egyébként sokkal több van majd megcsinálunk, szóval tényleg köszönjük szépen a figyelmet. Nem tudom, mikor jövünk majd egy újabb GTA videóval, szerintem egyébként szabad nap lesz majd a következő, úgyhogy nézzétek meg ezt a videót, Izinél is, sziasztok! Sziasztok!